Nos, kalandunkat folytatva, ugye még mindig itt vagyunk Muzulba. Na, ez váratlan volt, kicsit bebugolt, vagy nem tudom, mi a szösz van. Az is ugrál, mi szösz van ezzel a játékkal. Lehet, hogy ide kellene telepíteni, és csak ugye a mentéseket lementeni. Na, tehát itt vagyunk Muzulba, és folytatjuk ugye a dolgokat. Éljük a csauruszokat. Jé, ki lehet látni. Ugye ez az, hogyha egyszer belém mar, akkor nekem annyi. Szóval nem kellene hagyni, hogy belém marjanak. Tök mert a kurva kábel akadál. Na. Szuper. Jújjújjúj. Még így jobban belegondolom, most kicsit gondolkodtam azon, hogy hogyha meg lenne ugye az a perk, hogy kétszer olyan, tehát hogy kétszer annyi ideig tart egy játronak, akkor ugye ritkábban kell idézni. És ugye elég nagy gond az jelenleg, hogy a fele manámba belekerül egy játronak. Mert olyan kurva drága, ugye még nincs meg a perk, ugye 50-estől lesz meg a perk majd. Csinálok egyet, akkor mi lesz? Megdöglik. Hát nem. Mi a szösz? Bugos a game. Ezt kilútoltam, hol a másik hulla? Én egy ilyen Chaurus antenna, meg Chaurus egg, meg ilyen hülyeségek vannak a Chaurusoknál. Úgyhogy nem annyira nagyon nem fontos, hogy itt izéljek. Na, itt lesz az első durvább robot. Méghozzá egy Dwarven Sphere. Nem ez, ez egy döglött. Hanem itt. Hellóka! Tökéletes, amikor az tegörölődik, akkor így ilyen kiugrik, vagy nem tudom. És sikeresen be is bugolt. Nem, oké. Nem ilyenként, tehát tudom, hogy könnyebb úgy, hogy bebugoltatjuk az ellenfelet, meg ilyenek, de... Na, kurva életbe. Hogy nem jó játszani. Van, aki ugye úgy szeret játszani, hogy bebugoltat, meg a ilyen dolgokat megcsinál, de hát... Én anti-bugoltatónak tartom magam. Látjátok vele az átronák? Kurva keveset sebez bele. Nem kurva keveset, de azért nem sebez bele sokat. Adept. Jó, 25-ös... 25-ös lesz a lockpick mindjárt. Nem tudom, miért van ez a gravitációs cucc. Increases your health. Health. Pfla. Micsoda? 27,1 FPS. Mi az ez? Na most vágom. Nem tudom, mi van néha. Múltkor meg végigment a 60, most meg nem. Jó, az lesz. Ennek a résznek vége, akkor én újra fogom rakni majd a játékot. Ugye a Steam Cloud az be van nyomva a Skyrimnál. Ez annyit jelent, hogy a save game-eket ugye föltölti a felhőbe, de én még le fogom menteni azon kívül, hogy biztos, ami fix alapon meglegyen minden, úgyhogy nem kell fosni, csak mondom, ti ebben nem fogtok észrevenni semmit, csak mondom, hogy lehetséges, nem biztos, de lehetséges, hogy a következő résztől meg fog szűnni ez a össze-vissza gravitációs dolog. Na, húzzunk innen. Tehát ne nyíl azzal, hogyha van egy kurva nagy kétkezes fegyveret, hallod? Lírja. Maroha rég. Lehet, hogy elveszem tőle majd az íjat, meg a nyűlveszőket.
Főleg úgy, hogy mellélő szóval. Jujj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 
Mondjuk most közel harcol. Azt hiszem, hogy mikor lépünk majd szintet, ezt már tudtam. De nem mostanában. Igen, amíg még nincs meg a... Tehát amíg nem vagyunk Archmage-ek. Tehát Archmage Jobs, még Morokai. Addig nagyon gyenge a regen, a mana regen. Hát addig Paralyze nem hat rájuk, addig poti vagy valami. Még egy kettőt benyomok. Inkább így. Mert így mire Lydia meg én egyszerre kinyírjuk, ez nagyon... nagyon gyengusz. Szupika. Olyan néhány ilyen Dwarven cuccot el lehet rakni, és Forge-nál lehet belőle Dwarven metal ingotot. Hát olvasztani. Az ilyen scrap metal, meg az ilyenek, tehát nem az ilyen tálra gondolok, hanem az ilyen scrap metalra, meg hasonlókra. Ez mondjuk jó volt. Olyan sok HP-t azért nem vett le. Ez a robot megőrült, kérem szépen. Ó, na. Mi van veled? Megégtek az áramkörei, vagy mi? Nem baj, megpörkölöm a fémseggeret. Ó. Na, például ez. Ez a Dwemer, Solid Dwemer Metal. Meg ez is, ez a Dwemer Strut. Az ilyen, ilyenekből lehet olvasztani Dwemer Metal ingotot. Dwarven Metal ingotot, bocsánat. Másik irányba. 25. Ó, hát ez jó lesz Lydiának. Viszünk neki ruhát, meg minden. Na gyere! Hát kezdik ott, hogy ilyen nincs is, szóval... Ja. Micsoda 23? Ja. Azt mondom, hogy hát megkapja ezt is. Azt is hát, hogyha fölhúzza. Ezek azért nem biztos, hogy fölhúzza. De fölhúzta az amulettet, ugye így látszik, hogy be van téve. Tehát, hogy használja. Föl van húzva. Egy szétesett textúrájú takarítórobot. Meg kettő köcsök, pók. Hát, gyere, repülünk egyet. Hát, ez nem repül. Itt ugrál jobbra-balra, nem lehet eltalálni. Legalábbis bajal fasz vagyok hozzá, hogy eltaláljam. Oké, egyre több kogot találunk, ugye? Tíz kell, mindjárt meglesen mennyi van. 4, tehát még 6 darab kell. És akkor minden jó lesz. Egyébként még elég sokáig fogunk apprentice szintű distraction spelleket használni, sőt, ez marad is az apprentice distraction spell. Hogyha lehetne fuszrodálni, mármint úgy, hogy elrepül, akkor lefuszrodálnám és legalább a fele HP-ját levinni, de nem lehet. Ja. Ha. Na gyere! Lydia!
Várjál csak. Hogy lehet így mellé lőni? Az meg ott nyugodt... Berekerek vagy mi? Az meg ott nyugodtan áll, nem csinál semmit. Szipi szuper. Hasznos companion. Valami új shoutom, én nem öltem még sárkányt, ugye? Egy darabot se. Azt hittem, hogy végig fogunk-e érni, ilyen 11 percnél járunk kb. Azért mondom, hogy kb, mert ugye az elejéről, tehát mindig az elején végén mindig lesz ilyen levágott rész, meg ilyenek, szóval. Ja. Átrák mindjárt meghal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Be akartam szopatni, azt a végén ő szopatott be engem. Júj. Hát csúnya vagy. És ez meg legurul szépen. Most bezzeg jön. Tehát amíg csata lett volna, vagy valami, addig ide se tolt a képét, most bezzeg jön. Na, lépjél rá szépen, ezt megnézzük. Beszorok. Ez durva volt, azért valljuk be. Na, és innentől már lesznek falmerek is. Ja. Guardian Circle. Ja, igen. Azt kérem szépen egy Master szintű Restoration spell. Ja. Csak mindig keverem a Circle of Protection-nel, ami más, mint a Guardian Circle. Ebbe kettő Soulgem volt, figyeltétek? Hát elraktam valami hülyeséget. 6 vagy 5? 6 kog van. Ó, még Greater is van, van itt minden, hallod? Ez a stagger, mint hogy csúszott volna egy fél másodpercet, de hát... Ő tudja. Közepes. Nem mennél oda, drága? Hallottam, hogy visszapattant a falról. Ez lenne jó egyébként Gizargo, vagy nem tudom, hogy mondjuk. Gizargo. Mert ő mágus. Nem ilyen balfasz íjász, mint a Lydia. Már persze íjászban is van. Vágás. Nos, nem tudom, mi volt idáig ez a lag. Megnéztem a helyet, 260 giga még van. Kb. Még 4 giga lesz ez a 17 perc felvétel. 4 giga és 260 van. Szóval azzal nem lesz baj. Nem tudom mi volt, idáig is ugyanennyi volt. Lehet egyébként, hogy túlságosan ki van hajtva a videókártya. Mert ugye felvételre és kódolásra is azt használom. Illetve ugye játék is megy felvétel alatt, szóval én mindent rányomtam videókártyára, mert nyilván sokkal gyorsabb, mint proci meg ilyenek. Csak lehet ezzel meg az lesz a baj, vagy az a baj. Hogy meg, tudjátok így, nem túl melegedik, hanem túl van hajtva. Na ezt a Farmer Board, ezt odaadom a Lydiának.
Hogyha már így játszkodik, akkor ugye alapból mindegyik kompanyon, még a Hunter, vagy még a mágusoknál is van egy így alapból. Ja. Már gondolom elkezdi majd használni, hogyha úgy kell. Úgyhogy olyan lesz. Ami nem rossz, mert távolról ijászkodik, közelről meg közel harcol, szóval nem rossz a Lydia. De van jobb is. Jó van, ez jó volt, hogy mind a kettő repült egyet. Üüü, micsoda power attack. Nem megyünk bele a közébe. Addig jön, amíg lefoglalják őket, szóval. Egy pókica. Egy faszán lootolok, amíg ezek izélnek. Háremeznek. Hiszt crap, kerp. Micsoda? Annyi halfajta, annyi ne esett. Hát ez meghal. Te. Na, itt lesz egy master szintű szopatos lock. Ha jól emlékszem, vagy expert valami, expert, ja. Na, előtte mentünk. Utca neki. Hát, kicsit balra. Elsőre. Oké, kogot most már nézzük, mert ugye 10-et nyom. Tehát a 238 súlyból ez 100. Ez a 10 kog. Azokat is erre szoktam kramatni a dinamokórokat. Ugye 4 a 151-hez vagy mennyi? 4 a 131-hez. Tehát megéri azért elrakni őket. Most az lesz a szar, hogyha alterationből ugye átállok az Iron Flash-re, hogy az is majd 200 manát megeszik, mennyit ez 160, hát a 150-t azért meg fog enni az is, az Iron Flash, ugye perk nélkül mondom. Itt egy chest, itt meg vannak tojások. Ugye perkel nem, azt itt nem Lidiát nyomom meg, tehát perkel nem olyan vészesek azért a varázslatok, úgyhogy a fél árba kerülnek, de perk nélkül eléggé használhatatlan a legtöbb mágia. Na persze nem mindegyik, van amelyik tök jól használt a perkel is, vagyis perk nélkül, bocsánat. Lehet, hogy majd másik felvételi módszert kell lesnem. Mert ugye nem sokára fognak netet kötni. És a live is videókártyáról fog menni, mert a live kódolás, szóval... Ja. Hát mindjárt szintlépés. Distraction nem sokára fejlődik, Restoration, Conjuration mindjárt fejlődnek. Rohadék. Na, Lidiára rámegy mindenki, szuper. Mindjárt megölöm egyedül, nem is kell ide Companion. Jó, nyilván kell. Lidia leboxolta. Meg ezt a farmert is. Ugye a farmernek a füle az poti alapanyag. Egyébként mi a tökem repül itt? Gondolom ez a hülyeség mi? Nem repül semmi. Egyébként általános tévhit, a farmer és a snow elf az nem ugyanaz. Ez kettő külön faj. Ennek majd Dawnguardba lesz jelen, akkor fog előjönni ez a snow elfezés, de nem ugyanaz a farmer és a snow elf, az nem ugyanaz. Na,
Egy okosak ezek a kompanionok, tehát közel megy mindegyik. Lydia néha ijászkodik. Én csak örülök, amíg nem rám támadnak. Még így ugye, hogy nem kapok sebzést, nagyon ritkán kapok sebzést. Így a restoration az nem nagyon fejlődik. Ja. A distraction szintre kellene most rá mennem. Mert akkor szintet lépnék és lenne még manám. Jujjujjujjujjujj. Mikor lép destruction? Hát ez még sok. Akkor egy olyat fogok csinálni, amit nem szoktam. Direkt lesebeztettem magam, de amint látom semmi értelme, mert nem léptem szintet. Csaulusz mindjárt annyi. Meg a farmernak is. De van egy sejtésem, hogy Lydiának is mindjárt annyi. Ugye most látjuk, hogy a farmer a farmert öli. Eltalálja a spell, viszont nem sebzi. Tehát ellenfél az ellenfelet úgy tudom nem tud sebezni. Ja, úgy tudom, de lehet, hogy tud. Repülj egyet, légy szíves. Rohadj meg. Rohadj meg. Úgy de kurva sok élete van még. Hallott, tök jó sebez így, láttátok? Azért, hogy... Hát annyit nem sebzett, mint én. De azért majdnem. Ja, majdnem annyit sebzett. Power attack. Boom. Mindjárt meghal. Ne healingeljen, az a lényeg. Na, 20 percnyi kellemetlenség után. Itt vagyunk, azt folytassuk a dolgokat. Sajt. Fúj. Undorodok a sajttól már. Azt, hogy miről beszéltem, az totálisan kimaradt. Itt a buzi, hol a buzi? Jelenleg az egy baj van az atronákkal, hogy túl sokat eszik. Mert manáról beszélek. Ugye és mert nincs semmiféle mód. A unofficial patchet nem raktam föl végül. Mert alapból kivesz egy olyan dolgot a játékból, hogy ugye az Archmage Robs az ezt hogy hívják? Hood. A kapucnit. Hood, ugye? Tehát kapucnis, tehát... Érted? És akkor nem tudok fölvenni Dragon Priest maszkot. Ezt egy másik moddal ki lehet javítatni. De alapból az már kettő mód. Meg még egy pár dolgot betesz, ami nem annyira hasznos. De például olyanokat tesz be, hát egy csomó bágot kijavít meg ilyeneket. Hogyha például ezt... Ebből már felszettem a tojásokat? Akkor mutatom, hogyha találunk tojásokat. Egy példát mondok majd. Hol a hullája? Mit ez az? Ja. Hey, watch it! Egy farmer. Az a lényeg, hogy azért... Nem olyan rossz az unofficial Skyrim Legendary Edition. De van benne néhány hülyeség is. Ezt elintézik, attól nem kell fosni. Itt bent ez egy Master Lock, ha jól emlékszem. Ez kapott egy ütést üzétől, átronáktól. Na. Ja, Master. Hát ez lesz szopás kinyitni. Ja. Ugye az a baj, hogy itt már olyan kicsiket kell menni, hogy
Beletörök 3-4-et egy mesterbe. Ott kell lennie jobb lent valahol. Hát nem. Akkor túl nagyokat mentem. Lehet, itt följebb lehet, hogy nem. Ugye alapjáraton a lockpicking, ez egy olyan itt van valahol, vissza. Ez egy olyan skill, ami minél nagyobb a szint, tehát most 27-esre lépett, annál könnyebb, igazság szerint ez egy alteration cucc, annál könnyebb kinyitni. Akkor is, hogy nem raksz rá perket, ugye ezt perkkel tovább lehet vinni. Tehát perke meg még könnyebb kinyitni a lokkokat. Még van olyan, hogy ugye az nagyjából középen kezdődik a cucc, meg ilyenek. Na, szóval tudom, hogy mindjárt vége van a videónak egyrészt, másrészt a mezufnak is mindjárt vége. Most ide kaptam amúgy kulcsot. Na, rohadjál meg. Ez azért legyen benne, szerintem. Ebben a részben zárjuk le ezt a mezulftot. De várjál, nem biztos, mert még sok van. Nem sok, hanem időben sok. Nem harcolni kell sokat, vagy ilyesmi, hanem meg beszélgetni, meg ilyen szarság itt nyílt valahol, szarságok. Na. Elég jól fejlődik amúgy a lockpicking. Azt, hogy én nem, tehát használom így, de úgy, hogy perket tegyek le, hogy nem fogom nyilván. Csak úgy mondom. Oké, viszont a szintlépést azt megtartjuk, és itt még ezt a pár ellenfelet kinyírjuk, és akkor majd a következő rész elején fogom befejezni a dolgokat. Vagy mi? Az eltalált. Na, ne olyan gyorsan. Ez egy bound sword, ami van a csávónál. Átranak elment. Az bennélőtt. Lydia, hol vagy? Na Lydia, futás. Ütötte a levegőt, kedves Lydia. Fal megpörkölés zajlik éppen. Láttam néhány ilyen nagyon durva módot egyébként, csak így beszélek, mert nehogy csöndbe üljek. Hogy számít, hol találd az ellenfelet, a lábán, vagy a fején, vagy a kezén. Meg lehet bénítani, meg ilyenek. Meg le lehet lassítani, hogyha a lábát lövöd. Az ilyen realisztikusabb. Meghal szerintetek? Na, meghal bizony. Szuper. Na például az ilyeneket kijavítja, az ilyen bugokat, villódzásokat, meg az ilyen hülyeségeket. De hát, ja. Annyira nagyon nem fontos, tehát attól még ugye bőven játszható a játék, csak Illusion, Soul Trap cuccok, na. Na, adok neki dolgokat, sőt, neki adom azért a 10 hülyeséget. Ja. Így nekem se kell többet azzal foglalkozni, mert tudom, hogy ott van a Lydiánál, illetve elbírok 115-öt még, ami elég jó. Ja. Szokott lenni egy nagy darab, de most nincs. Ebony. Elraktam a Dwemer Gear-t, ugye látom. Na. Potika. The chest, meg egy poti, meg valami hülyeség. Ilyen már van, olyan is van, ha jól emlékszem. Nem baj, mert ugye sokat érnek, most eladom őket a francba. Zúzzunk tovább, ebben a részben már action nem lesz.
Csak itt megyünk szépen. És akkor én itt lezárjuk. Kábeljen még 10 perc van vissza egyébként Mozultból, abból 5 perc beszélgetés lesz egy csávóval. Viszont az akkor majd következő rész eleje, ami a 10. azt hiszem, vagy a 11, valahogy így. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, csáóka!